Nagy boldog az, hogy ünnepli, az ember előtt
tárgyú az ember, hanem létezik a csoda is, hogy az ember képes az Isten kegyelmében együttműködve eljutni, sőt, birtokba venni ezt az édenkertet, a mennyek országának édenkertjét, amely az Isten szeretetből azoknak készített, akik szeretik őt. A boldogságos Szűz Mária a mai evangéliumban, amelyet egyébként nagyon sokszor hallunk az egyházi év során, egy különleges utazásáról ad nekünk tudósítást, és ennek az útnak célpontjában, Zakariás házában, a Júdeai hegyek valamelyik falucskájában, fölcsendül az ősegyháznak jövő imádsága, a Magnificát, amelyben összefoglalja az Ószövetségtől Új Szövetségig vándorló keresztény ember életét. Mária útja velünk egy másik utat sejtett. Azt az utat, amely úton az Isten jelenléte eljutott az emberiség szívéig. A választotti évszázadokon ezredeken keresztül várta, hogy egyszer majd fölbirodana, amikor az Isten végre lakást vesz közöttük. És az a kitörő öröm, amely a jeruzsálemi templomot fölszentelték, az a kitörő öröm akkor járt át Izrael fiainak szívét és lelkét, amikor szemük láttára bevonult az Isten friss szekrénye, az Isten jelenlétét jelképező friss szekrény a Szentek Szentjébe, és ettől kezdve tudta a választott fia, hogy velünk az Isten. Megkérdőjelezhetetlenül, visszavonhatatlanul lakást kell közöttük az Isten. Mária útja nem más, mint az új szövetségi szövetség ládájának az útja. Az Isten lakást vett az emberiség körében, a szűzanya mélyében, és a szűzanya útnak indul Júdea valamelyik városában, talán a Jerusalemben, hogy ott aztán Erzsébetnél eltöltse azt a három hónapot, amely meg is lépi az Ószövetség Frigy vállájának három idegenben töltött hónapját, amelyet Obed-Edomban töltött az Isten Frigy szentlénye annak idején. Mária megérkezésekor, amikor Erzsébet köszönti a szűzanyát, Erzsébet szíve alatt megmozdul keresztelő János, az előhírő, és újongó örömmel fejezi ki az Isten érkezését. Valahol ugyanaz a mozgás, ugyanaz a tánc ez, amelyen Dávid király köszönti az Isten fitádáját, amikor örömében félreteszi királyi felségét, és Isten előtt lejti a táncot, hogy az Isten jelenlétében érezze. Ezek azok a nagy dolgok, amelyekről a szűzanya énekel a Magnifikában. Fölvonul előtte az Ószövetség minden jeles pillanata, de nem hagyja az embert az Ószövetség kezdetleges állapotában, hanem a Magnifikában megénekelt Isten nagyságán keresztül elvezeti az evangélista szavaiát a keresztény embert az Új Szövetség jelenlétére, ahol a keresztény ember már tudja, valóban soha nem
keresztasszony ünnepén, így ünnepeljük saját lehetőségünket, amelyet az Isten nyitott ki előttünk. Megköszönjük Istennek azt a csodát, amelyen alkalmassá és képessé tesz bennünket, szeretett sokféle szálán keresztül arra, hogy mi magunk is az Istennel együttműködve nagy dolgokat vigyünk végbe ezen a világon, és Isten hordozóiként, mint egy az új szövetség, mint áldáiként, mások számára világossá tegyük, az Isten mindvégig az emberiség mellett elkötelezte magát, és egykor arra vár, hogy mindannyian megérkezzünk hozzá.